Az intézménybe új gázfűtéses rendszert szereltek be, de a működésbe helyezéshez még a tűzvédelmi felügyelőség engedélyére várnak. Nikola Vukadinovnak két kislánya az óvoda egésznapos tagozatába jár. A szülők megértőek, de úgy vélik, erről időben kellett volna gondoskodni. A múlt héttől nincs rendes fűtés az óvodában. Norvég radiátorokkal próbálják felmelegíteni a termeket, de az nem alkalmas egy ilyen épület felfűtésére. Minden szobában van egy ilyen radiátor, de a gyerekek is megemlítették már, hogy hideg van, és a kezecskék is hideg, mikor értük jövünk. Az igazgatónő szerint annak ellenére, hogy a projekt megvalósítása a tervek szerint alakul, arra nem számíthattak, hogy a szükséges dokumentációk beszerzése elhúzódik. Az óvónők különböző fűtési berendezésekkel melegítették fel a szobákat, azonban ez nem elegendő. A folyósókon és a vizes blokkokban a hőmérséklet a normális értékek alatt van, ezért az elkövetkező napokban zárva lesz az intézmény. Mi az ősszel indítottuk meg az egész eljárást, mivel még az előző igazgató átadta a kérelmet a gázfűtéses rendszer kiépítésére. Eddig kemény tüzelőanyaggal, fával, szénnel fűtöttük az óvodát, viszont ez nem a legmegfelelőbb módja az intézmény fűtésének, és költségesebb is. A gázfűtés minden szempontból takarékosabb megoldás, ezért ez egy előrelépésnek számít. Hétfőn a lehetőségektől függően döntenek majd arról, hogy fogadni tudják-e a gyermekeket. Erről a szülőket is időben értesítik majd. Addig, aki nem tudja megoldani a gyermekek felügyeletét, az óbecsei intézményekhez fordulhat, ugyanis ezek átmenetileg biztosítják a bácsföldvári gyermekek ellátását is.